Az evangélikus templomban rendszeresen szerveznek kiállításokat, lehetőséget adva ezzel a helyi és a környékbeli alkotóknak arra, hogy műveiket a templomi millióban a nagy közönség elé tárják. A kiállítások szervezője Gulácsi Zoltán, aki ezúttal Hevér Rudolfot kérte fel arra, hogy állítsák ki festményeit. Régi ismertséget ápolnak egymással. Mint az Gulácsi Zoltán előjáróban elmondta, ifjabb Koffán Károly tanítványaként sajátítja el hosszú évek óta a festészet technikáját Hevér Rudolf. A mester műhelyében találkoztak annak idején ők is, és mint a stúdió művészeinek, úgy Hevér Rudolf munkásságát is figyelemmel kíséri. Amikor úgy gondoltuk, úgy éreztük, hogy például a Balcsai stúdió megérett arra, illetve az ott alkotó, rajzolni, festeni tanuló munkái megérett akar, hogy egy kiállítással bemutassuk, hogy milyen alapos és nagyon jó munka folyik, akkor egy közös tárlat volt. De a Rudit egyébként már hosszú ideje oszogatom, hogy jó lenne csinálni egy kiállítást, de igazából azt érezte, hogy még nincs meg az anyag, amivel ő szívesen kiállna. És hát természetesen ez azért nagyon fontos, mert most kicekből, vagy olyan munkákból kiállítást csinálni, ami azért nem annyira tükrözi az alkotónak az elképzeléseit, vagy egyáltalán milyen irányban halad, akkor az nem annyira szerencsés. És most viszont, amikor szóba került az, hogy de jó lenne, akkor nagy örömmel azt mondta, hogy teljesen új dolgai vannak, talált egy új irányt, és hát tulajdonképpen ez volt a kiinduló gondolat. És ezért gondoltuk, hogy most már itt az ideje, hogy a Rudinak legyen egy önálló kiállítása, amit is be tud mutatkozni. Hevér Rudolf mindig is szerette a művészetet, és ahogy a munka mellett lehetősége adódott, rajzolt és festett. Viszont úgy igazán mélységében néhány évvel ezelőtt kezdett el foglalkozni az alkotással. 2009-ben döntöttem el, hogy komolyabban foglalkozom vele. Korábban ez már élt korábbi években, én annak idején a Koffán tanárúrnál kezdtem, még a 70-es években, és hát úgy alakultak a dolgok, hogy Pestre költöztem, és ez a vonal megszakadt. Nem adtam föl, de egyre távolabb kerültem ettől az egésztől. 2009-ben eldöntöttem, hogy akkor ezt újból föl kell erősíteni. Meglátogattam a Koffán tanárulat, megkértem, hogy korrigáljon. Portrék azok nagyon nem mentek akkoriban, és ő nagyon szívesen elvállalta. És ez lett belőle. Végül is egy olyan út, ami visszaigazolja az embert nap mint nap. És hát olyan csodákat él meg az ember alkotás közben, amit úgy egyébként nem nagyon lehet szavakba kifejezni. Nagyon sok művész mondta, ahol befejeződnek a szavak, ott kezdődik a zene, a képzőművészet, vagy egyéb más. Még nem sokszor láthattuk munkáit kiállítva. 2018-ban volt egy tárlata a Munkás Művelődési Központban, amely elsősorban portréit és grafikáit vonultatta fel. Most viszont festményeket hozott, és újdonsággal is szolgál a közönségnek. Ezek az újfajta dolgok, ezek most érlelődtek meg. Korábban grafika volt valóban, de hát az ember ábrázolást sem tekintem mellékesnek, mert az továbbra is egy nagy kihívás. Tehát az emberi alakzat és annak a visszatükröztetése, ábrázolása, az hát meg lehet nézni a klasszikusokat, az embert próbáló. Nyugodtság, melankolikusság jellemzi csendéleteit, tájképeit. Ezekből is láthatunk jó néhányat a mostani kiállításon. Viszont más különlegességek is díszítik a templom kistermének egyik falát, mégpedig akrillal készült kompozíciói láthatók, amelyek újdonságnak számítanak a technikákkal szívesen kísérletező alkotótól. Ezek olyan újfajta kísérletek, amelyek pillanatnyi benyomásokat tükröznek. Kísérletek, hangsúlyozom még egyszer, de egy-két perces. Tehát hagyom, hogy nem én irányítom a dolgokat, hanem a természet. És a számomra legfurcsább és a legérdekesebb alakzatot hagyom meg.
Lehet a nap bármely szakasza a reggel vagy este, amikor jön az ihlet, a késztetés, az inspiráció, alkotni kezd. Legtöbb időt azt otthon töltöm, otthon foglalkozom a festészettel, de a tanár úr szakkörébe is folyamatosan veszem az inspirációkat. Tehát ott is alkotunk ugyanúgy, mint korábban. Tehát ami benyomás jön, meg gyakorlatilag kihívást jelentene az adott alkotás csendélet, vagy nagyon sok esetben a portré, akkor azt ott helybe megmintázom. Mint az Hevér Rudolf elmondta, vannak még tervei, elképzelései, amelyeket szeretne megvalósítani, kipróbálni. Nem csak a festészet területén, hanem a képzőművészet másik ágában is. Nem titok, de hát ezekről még nem igazán beszélek, de nagyon, nagyon nagy kihívásnak tartom a szobrászatot. Tehát még az sincs kizárva. De hát majd ezt az úr lerendezi. Ha kegyes hozzám, akkor nyilván ki fog ez is bontakozni. A kiállításon Stermecki András evangélikus lelkész köszöntötte az egybegyülteket, a tárlatot pedig a mester, ifjabb Koffán Károly ajánlotta a közönség figyelmébe. Hevér Rudolf kiállítása február végéig tekinthető meg az evangélikus templomban.